Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Hosszú idő után sikerült megoldani a rossz minőségű ivóvíz problémáját Tiszadadán. Ezzel is foglalkozunk mai műsorunkban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Beruházás Jánkmajtison, 970 millió forintból fejlesztett az Agricol Kft. Honvédelmi tábor, Vaján indult az első turnus. Minőségi ivóvíz, Tiszadadán fejlesztették a szolgáltatást. Gabonamustra, Gyulatanyán tanácskoztak a gazdák. Uniós támogatással javította versenyképességét a Jánkmajtison működő Agricolé Kft. Csaknem 970 millió forintos pályázati forrásból fejlesztették a cég technológiai és minőségbiztosítási rendszerét. A társaság hosszú távú eltökélt célja, hogy kivezessék a szatmári és beregi ízeket a világpiacra. A cégnél egy nagyon jelentős dolog az, hogy nem válogatunk olyan értelemben a nyersanyagban, hogy a cég projektmenedzsere vezette körbe a vendégeket a Jánkmajtisi gyárban. A vállalat szatmári és beregi gyümölcsökből és zöldségekből állít elő konzerveket, befőtteket és italokat. Legfontosabb az, hogy a beérkező alapanyagnak olyan szelekcióját tudjuk végrehajtani, amely akár beltartalmi értékben, akár szín, aroma, egyéb paraméterekben ugye a legkiválóbbak, illetve a helyi adottságokat legjobban tükrözi. Ezért ugye beszerzésre került, ahogy láttuk is, egy olyan optikai válogatórendszer, amely egy teljesen automatikus programozással azokat a minőségi paramétereket, amelyek ezekhez a céltermék ellátáshoz szükséges, programozható, külön választható, külön kezelhető, illetve külön feldolgozható. Na most ezek a termékek, ugye itt gondolunk a gyümölcssalátára, gondolunk a koktélmegyre, illetve ugye azokra a gyümölcslevekre, amelyek ugye itt készülnek. Ehhez a technológiához kapcsolódik még egy különleges, nagyon jó minőséggel működő magozógép, illetve ugye egy olyan aszeptikus rendszer, amely teljesen csíramentesen tudja ugye olyan leveket, illetve olyan gyümölcs velőket előállítani, amelyek a zárt rendszerből adódóan teljesen hermetikusan a környezettől elzártan hőkezelődnek, és nagyon minimális hőbehatással fogják elérni azt a tartóságot, ami egyébként hagyományos módszerekkel sokkal több hőbehatással, illetve ezáltal ugye a terméknek azt a frissességét rontva állítható elő. Most itt, ami mögöttünk látjuk ezt a úgynevezett monoblokk töltőt, ez is az egyik olyan lényeges és újszerű gépnek tekinthető, amely pont ezeket a kritériumoknak felel meg. Gyakorlatilag miről is van szó? Arról van szó, hogy amikor egy gyümölcslevet előállítunk, akkor azt a hőkezelés után rögtön dobozba töltve és lehűtve késztermékké úgymond készítjük. Na most ez úgy érhető el, ugye mert mindenki gondolja, fizikából tudja, hogyha egy forró levet beletöltünk egy dobozba, ha az leül, vákumot képez, tehát nyilván összehorpadna. Ez úgy valósítja meg ez a jelenlegi technológia, hogy folyékony nitrogéncseppet cseppent a forró lébe zárás előtt, amely által ugye olyan túlnyomás keletkezik a dobozba, hogy a hűlés után is ugye nem fog beorpadni, hanem egy nyomás lesz a dobozban, ami egy esztétikus és illetve ugye fogyasztó által is megfelelő követelményt ad. A gépnél még annyit kell tudni ennél a monoblokk töltőnél, hogy ez egy olyan jellegű gép, amelynek a töltőegysége teljesen elektronikus. Ami azt jelenti, hogy minden egyes töltő szára az nem más, mint egy áramlásmérő, tehát ez is egy teljesen digitálisan állítható, mozgó alkatrészeket nem tartalmazó szeleprendszer, ami azért nagyon lényeges, hogy ennek a takaríthatósága, tiszten tartása egyszerű, mivel egy csőről beszélünk, illetve egy szelepről. Ennyi az összes eszköz, ami a töltést végzi egy PLC vezérlésű szoftverrel. A fejlesztéssel egyrészt növelni tudták a vállalat kapacitását, másrészt olyan új termékeket is elő tudnak állítani, amelyekkel a világpiacon is meg tudnak jelenni.
mindenképpen az a célunk, hogy a szatmári termékeket a világpiacra ki tudjuk juttatni, hogy máshol is tudják, hogy ez a Szatmáron lévő gyümölcsök azok azért nem más országokhoz képest, itt a három folyó, a Tisza, a Szamos és a Túr háromszegében, meg ilyen klímával termelt gyümölcsöknek az ízeit, ha belerakjuk egy ilyen dobozba, akkor a világ bármelyik pontján ezt el tudjuk mondani, és be tudjuk mutatni, és ha megkóstolják, akkor azt mondják, igen, ez több, mint más országokban termelt gyümölcs. Tilki Attila, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, szükség van az Agricoléhoz hasonló cégekre, mert ezek úgy tudnak exportra alkalmas termékeket előállítani, hogy közben a helyben megtermelt gyümölcsökre és zöldségekre alapoznak. Ha arra gondolunk, hogy a lekvár az meghatározó terméke a térségünknek, a pálinka meghatározó terméke, ez egy harmadik irány, hogy az üdítő itala vagy a gyümölcsből készített gyümölcslé is fontos eladható áru cikké válik, amire persze van kereslet, hiszen most mindenki a természetes, helyben készített, igazolható eredetű termékeket keresi nagyon helyesen, és hogyha a magyar vállalkozásokat, magyar terméket tudunk állami támogatással támogatni, akkor ez mindenféleképp nagyon helyes. A rendezvényen részt vett Németh Szilárd, rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, aki a gyár energiatakarékos működését emelte ki. Ez gyakorlatilag minden szempontból példaértékű, de nem csak itt regionálisan, hanem az egész országban. Tehát az, amit Tilki Attila országgyűlési képviselő úr, Béró Csaba, a tulajdonos, illetve Szoboszlai Zoltán, aki menedzserként segíti ezt az egész tevékenységet, itt megalkottak, ez maga a csoda. Hát eleve az a program a termőföldtől az asztalig, ugye az itt megvalósul. Hát a helyben termelt gyümölcsöket, az almát, a szilvát, a medgyet dolgozzák föl, de egyébként kitekintenek nemzetpolitikailag, ha mondhatok ilyet, Erdélyre is, hiszen Erdélyből hozzák az áfonyát és a vadmálnát. Aztán megtudtam azt is, hogy az mellett, hogy itt több mint 100 embernek állandóra van munkája, Kárpátaljáról, akik most igen nagy bajban vannak, 30-50 ember érkezik ide idény munkára, és ők is megkapják a lehetőséget, hogy itt dolgozzanak. De ez a technológia, amit ma adnak át, hát itt van itt szembe velünk ez a gép, amit egyébként a Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel közösen az itteni mérnökök álmodtak meg, tehát a technológiát ők dolgozták ki, és a gépnek az első részét azt Lengyelországban csináltatták meg, ezt a részét pedig egy nagyon magas színvonalú olasz élelmiszeripari gépgyárral gyártották le. Ez a csomagolásnak az alapja. De egy kicsit, hogyha oda tekintünk az én szakmámhoz, politikai szakmámhoz, a rezsicsökkentéshez, akkor én itt kérdeztem, mert én jártam itt 2015-ben, amikor átadták ezt az üzemet, hogy te figyelj, hogy bírjátok ezt energiával? Azt mondja, ne aggódj, megoldottuk, ugyanis ők nem várták meg ezt a brutális energiaválságot, amit itt a szomszédunkban zajló háború, meg az arra adott hihetetlen rossz brüsszeli szankciós politika okozott, hanem már előre fölkészültek, hiszen a kormánynak voltak olyan programjai, amivel az energia felhasználás fejlesztését, korszerűsítését, zöldebb ételét támogatták, és az egyik ilyen program, például amikor kérdeztem, hogy mi a helyzet az ipari gőzzel, az hihetetlen energia szükséges. Ők már ezt nem gázzal csinálják, hanem biomasszával, hoppá. És a világítás, fűtés, a gépeknek az árammal való ellátása, azt mondták, ezen is túl vannak, mert van egy napkohójuk, napelemes a történet, úgyhogy én ehhez az előrelátáshoz is csak gratulálni tudok. Igazi minta ez az üzem, igazi jó üzenet Jánkmajtisról az ország minden részébe. A beruházáshoz a cég 960 millió forintos uniós támogatást nyert, amelyben partnere volt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Túlélési ismeretek, lovaglás, airsoft, lövészet, csak néhány a Magyar Honvédség gyermektáborának programjai közül. Vaján 6. alkalommal szerveztek honvédelmi tábort a fiataloknak, júliusban pedig 2 héten át Nyíregyházán is táboroztatnak a katonák. Táborozott, vigyázz! Iga, szógy! Vigyázz! Irány utánam, lépés! Indulj!
Pihenő után délutáni foglalkozásra masíroznak a gyerekek Vaján. A honvédelmi tábornak itt a Vai Várkastély ad otthont. Szabolcs-Szatmár-Berekben, Nyíregyházán is tartanak hasonlót. Az egyhetes turnusokat eltérő tematikával szervezi a honvédség. A vajai tábornak a fő irányvonala az a lovaglás. Úgy gondolom, hogy ez merőben kapcsolódik a honvédséghez, úgyhogy csak a huszárokra gondolunk. Minden délelőttjük ezzel telik, átutaznak Paposra, ott van egy lovarda, és ott tudnak lovagolni. Van, aki már gyakorlottabb, van, aki teljesen kezdő, de ez nem szokott számítani, mindenki nagyon segítőkész. Illetve délutáni foglalkozások pedig inkább mai honvédelemhez kapcsolódnak. Airsoft lövészet van, szigorúan felügyelet mellett. Mai nap például túlélési praktikákat, ismereteket fognak tanulni, menedéket fognak építeni, illetve katonai testnevelés és alaki foglalkozások is vannak. A célcsoport is más. Ide 12 és 15 éves kor közötti gyerekek érkeztek, a következő turnust viszont már nagyobbaknak, 15 és 18 év közöttieknek rendezik. Nem csak fiúk jelentkeznek a táborokba, a tapasztalat az, hogy a két nem aránya kiegyenlített. A gyerekek közül sokan nem először vesznek részt a különleges nyári programon. Miskolcról érkeztem, és testvérem nagyon sokat mesélte erről a táborról, hogy milyen jó, és tavaly én is kipróbáltam kettőt, és azok tetszettek, így eljöttem ide is, és kipróbáltam. Tavaly Füzesabonyban voltam, önvédelmén, és Nyíradonyban harcoson. Igazából lovasba azért szerettem volna, mert testvérem is volt ugyanitt, ugyanilyen lovas táborban, és ő is mesélte, hogy milyen jó volt, és inkább az vitt engem, hogy jöjjek ide. Kullancs és szúnyogriasztó sprét fújnak a gyerekekre a katonák és a kadétok. A szükséges előkészületeket követően kezdődhet a délutáni program. Ezen az erdős területen kell menedéket építeni a fiataloknak. A feladat az, hogy a terepszínű ponyvákat a csapatok az előírásoknak megfelelően rögzítsék a fákhoz. Előtte azonban a túléléshez szükséges elméleti tudnivalókat is megbeszélik. Kinek mi jut eszébe a túlélésről? Nyugodtan lehet jelentkezni, és akkor mi? Ugye? Tűzrakás. Tűzrakás. Jó, mondjon valaki mást is. Menedék. Menedék. Igen. Tiszta víz. Tiszta víz, nagyon jó. Hát itt a lányok sokkal nagyobb túlélők, mint a fiúk. Élelemszerzés. Élelemszerzés, igen. Természet. Természet, tök jó. Hát igen, ugye ott kell túlélni legtöbbször. A táborokban kötött a napirend. Arra azonban odafigyelnek, hogy a gyerekeket ne terheljék túl. Van egy napi menetrendünk, ami 6 órai ébresztővel kezdődik. Egy gyors frissítő katonai testnevelés, ami futás, egy kis fekvőtámasz, tehát amit azért meg tudnak csinálni a gyerekek is. Aztán reggeli, ugye lovarda, ebéd, pici pihenőt ilyenkor szoktunk azért adni, mert csak gyerekekről van szó, hogy hamarabb elfáradnak, délután pedig foglalkozunk velük mi katonák az előbb említett programokkal. Általában sok a visszatérő, tehát sok az ismerős arc évről évre. Én eddig negatív visszajelzést nem kaptam. Szerintem nagyon értékelik, élvezik az egészet, szeretnek itt lenni, úgyhogy szerintem teljesen pozitív. A Magyar Honvédség 2016 óta szervez honvédelmi táborokat, vagy a község 6. alkalommal adott otthont a turnusoknak. A vármegyei helyszíneken június és július hónapban összesen 100 gyermeket táboroztatnak majd a katonák. A jövőben már kiváló minőségű ivóvizet fogyaszthatnak Tiszadada lakosai. Ezt Tiszadob biztosítja a község számára, köszönhetően egy Európai Uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek. Tiszadadán régóta megoldatlan problémát jelentett a rossz minőségű ivóvíz, ezt tudták orvosolni a csaknem 900 millió forintos beruházással. Ez a víztorony most épült itt Tiszadadán. Az építmény azt az ivóvizet tárolja és biztosítja akár áramszünet esetén is a lakosság számára, amelyet a jövőben Tiszadobtól kap a község. Az egymástól mindössze néhány kilométerre lévő településen ugyanis hatalmas különbség volt korábban az ivóvíz minőségében. Tiszadadán ez a szolgáltatás régóta kifogásolható volt, ezt sikerült most orvosolni Európai Uniós forrásból. Évtizedes probléma Tiszadadán az ivóvíz minősége, tehát Tiszadada településen a megyébe az egyik legrosszabb minőségű víz volt, és a nyírségvíz üzemeltetőnek nagyon sok problémája volt azzal,
hogy valamit kihozzon ebből a tiszadadai vízből, és nagyon örültünk neki, hogy volt egy olyan pályázati lehetőség, ami keretén belül Tiszadobról át tudtuk egy csővezetéken hozni Tiszadadára a megyébe az egyik legjobb minőségi ivóvizet, úgyhogy és egy víztorony is, hidroglóbusz is kialakításra kerül, ami pedig biztosítja áramszünet esetén is a víznyomást a településen. A településen a jelentősebb munkálatok már elkészültek, a projektnek már csak néhány megvalósítandó elemei vannak. Már a tiszadobi vizet isszuk, ilyen apró részletek vannak, de összességében megvalósult a projekt, ami a lakosság nagy megelégedésére szolgál, azóta én személy szerint is a csapvizet iszom, és nem az ásványvizet vásárolom. Bán György Tiszadó polgármestere elmondta, településükön csak nem 500 millió forintból valósultak meg fejlesztések a projekt keretében. Azon túl, hogy biztosítják az ivóvizet Tiszadada számára, a Tiszadobhoz tartozó Rejetanyán is kialakították a hálózatot. Emellett pedig a korábbi már elavult vízvezetékeket is kicserélték. Igazság az, hogy a természet az kiszámíthatatlan, és Tiszadada és Tiszadada között 5 km távolság van. És tulajdonképpen Tiszadob területén akárhol fúrunk utat, legyen ez egy állattartó telep, legyen a falu bármelyik területe, ott mindenütt jó vizet találunk, és 5 kilométerre lerép Tiszadadán akárhol fúrnak, mindenütt rossz a víz. Érthetetlen, tehát ez megmagyarázhatatlan tulajdonképpen. Tiszadobon tényleg jó víz van, a megye egyik legjobb ivóvizét isszuk Tiszadobon. És ugye valamikor, amikor Tiszadadán a jelenlegi testület felállt, van ennek már vagy 8 éve, akkor tartottunk először Tiszadobon egy közös testületülést, aztán visszahívást kaptunk ide Tiszadadára, és ajándékét hoztunk egy 5 literes marmunkanna ivóvizet, és akkor dőlt el az, hogy tulajdonképpen meg kellene próbálkozni Tiszadobról elhozni Dadára is a vizet. Igazsághoz hozzátartozik, hogy Tiszadobhoz 6 kilométerre van egy tanyasi településünk, ahol pillanatnyilag egy ilyen 130-140 ember él, és már azon a település részen is, ami végső soron már a dadai határhoz közel van, rossz az ivóvíz. Tehát van ivóvízrendszerünk a Rejetanyai településen vagy volt, de az ottani vizet csak úgy tudták fogyasztani a lakosok, hogy különböző kémiai szereket kellett belerakni. Tehát ugye kettős témába indult ez a ivóvíz projekt. Az egyik téma az volt, hogy Tiszadob Rejetanyára vigyük ki a ivóvizet a településről, a másik pedig, ha már hozzuk a nyomvonalat, akkor egy kicsi hosszabbítása eljönne Tiszadadára is az ivóvíz. Hát ugye ennek az ivóvízjavító programnak többször nekiugrottunk az elmúlt évtizedekbe. Most sikerült utoljára úgy összehozni, hogy meg is valósult ez a beruházás. Tehát 4 településen van ez az ivóvízjavító program. Ebből, ami minket érint, és itt közelbe zajlik, az Tiszadada és Tiszadob település. Én úgy gondolom, hogy Tiszadob ivóvízének az csak használ, hogyha úgymond jobban húzzuk a kutat, mert ez egy lényeges dolog, hogy megfelelő legyen a fogyasztás, kevés legyen a pangóvíz a vezetékekbe, és hát ugye kutat használni kell ahhoz, hogy újra pótolja friss vizet. Tehát mi nagyon örülünk ennek a projektnak. Tiszadobon ezen projekt keretében belül közel milliárd forintot fektettünk be, tehát egy az, hogy kivittük erre a Rejetanyára az ivóvíz vezetéket, a másik, hogy a településen a régi elavult vezetékrendszer is kicserélésre került. Tehát ezen a nagy projekton belül tulajdonképpen Tiszadobon is egy jelentős megújítás történt. Gyakorlatilag a Tiszadobon lévő kutak azok bírják ezt a két település lakosság ivóvízellátását, és hát mindenképpen ezzel is összekapcsolódtunk, és
Úgy gondolom, hogy Tiszadadán is jó lesz ez az ivóvíz, mert Tiszadobon alig kell kémiai anyagot hidehóba, csak a vezetékrendszer tisztításaimat kell hozzáadni. Egyébként mi azt a vizet isszuk, amit felszívunk a kutból. Hát itt ugye ez a távolság azért itt több mint 5 km a fővezeték, ami ide hozza a vizet, és itt egy hidrológusba kerül a víztárolásra. Hát ennek azért szerintem annak műszaki dolgai, amit másként kell megoldani. Én bízom benne, hogy a Nyírségvízi Rt., aki rendkívül jó szolgáltató volt az elmúlt évtizedekben Tiszadobon is, szerintem Tiszadadán is, meg fogja ezt a problémát oldani, úgyhogy a két lakosság egységes ivóvizet fog inni. A fejlesztések az Észak-Kelet Magyarországi Ivóvíz Minőség Javító Programban valósultak meg a két településen, összesen 870 millió forint értékben. Tiszadadán egyéb fejlesztések is folyamatban vannak, megújul a falu központja, utak korszerűsítése is megvalósul a közeljövőben, emellett pedig egy horgásztavat szeretnének kialakítani. Gyakorlatilag most a legnagyobb projektünk az a falu központ megvalósítása, az 288 millió forintot kaptunk. Ennek a kiviteli tervei készülnek jelen pillanatban, és remélem, hogy az éven a kivitelezés is el fog kezdődni. Valamint van egy holló emlékházunk, aminek a felújítása folyamatban van, de az is ilyen 99%-os készültségben van. Aztán a beadott pályázataink még van egy horgásztó, amire a Líderbe adtunk be, még arról nincs döntés, valamint egy útpályázatot fogunk most beadni, úgyhogy remélem, hogy ezzel is előrébb fogunk jutni. A községben egy hónappal ezelőtt adták át az új bölcsődét. Az egy csoportszobás 12 férőhelyes intézményt közel 170 millió forintból építették, az ehhez szükséges támogatást egy Európai Uniós pályázaton nyerték el. A beruházás 3 új munkahelyet is létrehoz, és segíti a szülők minél gyorsabb visszaállását a munkába. Műsorunk utolsó perceiben mezőgazdasággal foglalkozunk. Bőven terem idén gabona, de az még mindig kérdéses, lesz-e elég szabadon álló raktára betakarított terménynek. Többek között erről is tanácskoztak a gazdák Gyulatanyán, az országos kalászos tanácskozáson és fajta bemutatón. Az eseményen elhangzott, az ukrán gabona letörte az árakat, ami hatalmas károkat okoz a termelőknek. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár ugyanakkor elmondta, javulásnak indult a kalászosok piaci helyzete, a tárca pedig segíti a gazdákat az értékesítésben. Előtérben az árpa, háttérben a búza látható ezen a gyulatanyai szántóföldön. Szépen fejlődik mindkét gabonafajta, ami jó hír a vármegye gazdái számára, akik tavaly hatalmas károkat szenvedtek el a történelmi aszály miatt. Többek között erről és a kalászosokat érintő más aktuális kérdésekről tanácskoztak a szakemberek a helyszínen. Az időjárás most rendkívül jó volt, hála jó Istennek, a őszi csapadék is, illetve a tavasszal, tehát a kalászos szinte akkor jött, amikor kellett volna. Nagyon ígéretes termés mutatkozik úgy a búzából, mint az árpából. Ugye a növényvédelemre oda kellett figyelni, de én szerintem egy olyan 6 tonna körül a búz, és olyan 8 körül az árpára, annyit tippelek én is, illetve itt lévő szakemberek. Augusztinyi András hozzátette, jelentős segítséget jelent a gazdák számára, hogy az öntözésre szánt vízért nem kell fizetniük. Az előállítás más költségei ugyanakkor továbbra is növekednek. Az állam az öntözött víznek a mennyiségét elfelejtette, nem kell ezt fizetni. Hát mondom, eddig még hál' Istennek az időjárás az nagyon kedvezett, bár most erre a hétre ugye berobban, ugye ma is érezzük már ezt a 35 fok körüli hőmérsékletet, talán hétvégére megint egy kis lehűlés, de eddig tényleg az időjárásra nem lehet panaszunk. Hát reméljük, hogy az elkövetkező pár hét, illetve hónap az nagyon fontos lesz, mondjuk az már nem a kalászos szempontjából, hanem a kukorica szempontjából. Tudni, ha nővirágzáskor nincs eső, akkor ugye nem nagyon várható termés. Ez annyiban jelent segítséget azért, hogy ugye elég kemény kóták voltak az öntöző víz mennyiségével, tehát azért ez jelentős mértékben segíti a gazdákat ott, ahol tudnak öntözni. Ugye a villanyáram ugyanaz feljebb ment a tavalyhoz képest, de hát reméljük, hogyha most az időjárás egy kicsit kegyes lesz még hozzánk, hogyha amennyiben felment a villanyáram, illetve az öntözési kótát eltörlik, akkor az jelentősen fog. Bár az input anyagok óriási mértékben növekedtek, minden téren, minden szinten.
Jó termés várható tehát, de lehet, hogy éppen ez jelent majd gondot. Sok raktárban ugyanis továbbra is az ukrán, jelentős részben fertőzött kukorica foglalja a helyet. A szomszédos országból érkezett gabona ráadásul a magyar termény piaci helyzetét is lerontotta. Sajnos jó hírekkel nem szolgálhatunk, ugyanis a tavalyi problémákat átmentettük a 2023-as évre is, és még ehhez hozzá párosul, hogy hál' Istennek úgy néz ki, hogy a közepestől egy jobb termést takaríthatunk be, és ez azt jelentheti, hogy azok a készleteknek el kellett volna fogyni, amik a raktárokban vannak, hogy ennek az új betakarításra váró növényeknek helyet tudjunk biztosítani, úgyhogy talán még a gabonafélék, itt a búzatitikálé, árpa, repcére gondolva ezeknek lesz is kapacitás elhelyezni, de ha elérkezünk oda, hogy a napraforgó és a kukorica betakarítása megkezdődik, akkor minden raktár telítetten várja ezt a betakarítási időszakot, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak fokozódott a tavalyi évhez képest ez a probléma. Most nem az aszály jelent nagy problémát, hanem az, hogy hál' Istennek egy bő termés elé nézünk, és a árak pedig úgy alakulnak, hogy az önköltségét sem fedezik a mezőgazdaságban, ami egy rossz hangulatot gerjeszt itt a gazdálkodók körében. Most ha valaki értékesíteni akar, akkor nem az a baja, hogy olcsón kérik, hanem semennyire nem kérik. Nincs mozgás, nincs felvásárlás, a raktárak tele vannak, kereskedők nem mozognak. Egy nagy probléma van, amin nem tudtunk túl kerekedni, ez pedig a tavalyi fertőzött kukorica, ami még mindig ott vannak a raktárakban, és a kereskedők most arra hivatkoznak, hogy azért nem vesznek, mert mi a fertőzöttet úgyis belekevernénk a jó minőségűbe. Mindenképp nagy feladat lenne, hogy ezt a fertőzött kukoricát kivonjuk, bioetalon legyártsuk, vagy valamit kezdjünk vele, mert ez addig a piacot nem fogja megmozgatni. Vinay Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a kormány számos támogatással segíti a magyar gazdákat, akiknek most összefogva kell azon dolgozniuk, hogy átvészeljék a nehéz időszakot. Nagyon fontos az élelem termelése, az élelmiszeripar, a feldolgozóipar. Itt most egy őszi kalászos fajta bemutatón vagyunk. Az azt jelenti, hogy a minőséget, a vetőmag minőségéről tárgyalnak a gazdák, és szaktanácsadók, meg olyan cégek, akik minőségi vetőmagot állítanak elő, hogy arra a bizonyos 1,6 millió hektárra, amit bevetnek az 5,3 millióból, hogy milyen arányban, milyen minőségben legyen őszi búza, őszi rozs, őszi kalászos. Ami a mezőgazdaságot illeti, itt az uniós források jönnek, a közös agrárpolitikában vannak változások, adminisztrációs változások, egyéb, erről is lesz itt előadás, de valójában az egy jó hír, hogy a gazdák megkapják földalapú vagy területalapú támogatást, megkapják a zöldítésért, megkapják az állatjóléti támogatásokat, a digitalizációra, a gépbeszerzésre vonatkozó támogatásokat. A vidékfejlesztési pályázatok futnak, ezek alapvetően ezen a környéken külterületi utakat jelentenek. Ezek jó hírek, viszont az nem olyan jó hír, nehéz idő, hogy nem lehet tudni, hogy miből mennyit érdemes vetni, mi van az ukrán gabonával, mi van a háborúval, tehát sok bizonytalansági tényező van, és ezért én azt szoktam mondani, hogy három dologról biztos, hogy kell itt beszélni: a szakmaiságról, a képzésről, mert én nagyon fontosnak tartom az agrár szakképzést és az agrár felsőoktatás fejlesztését, hogy minél több fiatal jelentkezzen oda, aki át akarja venni a gazdaságot, vagy egy generációváltásban részt akar venni, és a harmadik pedig az összefogás, ami néha nekünk magyaroknak nem mindig sikerül, de itt most szükség van arra, hogy a mezőgazdaság minden területén átvészeljük ezeket a nehéz éveket. Bár a gabona ára jelenleg még valóban alacsony, a várakozások szerint ez a következő hetekben, hónapokban változni fog. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár azt mondta, az Agrárminisztérium minden segítséget megad a termelők számára ahhoz, hogy reális áron tudják értékesíteni terményeiket.
nehéz időszak van mögöttünk, és nehéz időszakban vagyunk a mezőgazdaságban, hiszen a tavalyi asszály következményei és az ukrán háború a gabonapiacra gyakorolt hatása az rendkívül komoly következményekkel járt az egész közép-kelet-európai térségben. Nem véletlen, hogy a magyar kormány elkötelezetten egyik oldalon megpróbálta megvédeni importtilalommal a magyar növénytermesztőket az ukrán importdömpinggel szemben. Ebben összefogott a lengyel, román, bolgár és szlovák kormányzattal, hogy ezt közösen tegyük meg. Másik oldalon pedig nagyon fontos, hogy most egy biztató jelet látunk, hiszen az elmúlt időszak folyamatos csökkenése után most jelen pillanatban az látszik, hogy a világ tőzsdéin elkezdődött egy áremelkedés, és arra szeretnénk minden gabonapiaci szereplőnek felvinni a figyelmét, hogy figyeljenek a piaci folyamatokra, figyeljék azokat a trendeket, amelyek most jelen pillanatban mégiscsak egy kapaszkodót kell, hogy nyújtsanak a gazdálkodók számára is. Tisztességes üzletmenetet várunk el a felvásárlóktól, a termelők felé pedig azt üzenjük, hogy mellettük vagyunk, és azt üzenjük, hogy mindenképpen olyan áron értékesítsék a terméket, amely reális és megfelel a piaci folyamatoknak. Erről is adunk információt valamennyi érintett számára. A tanácskozáson elhangzott, az országban összesen 164 ezer gazda nyújtotta be a kérelmet az egységes terület alapú támogatásra. Az eseményen azokkal a feltételekkel is megismerkedhettek a gazdák, amelyeket a közös agrárpolitika új szabályrendszere támaszt, és amelyeket mindenképp teljesíteniük kell az ágazatban dolgozóknak ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásokra. Az idei esztendő egy rögös esztendő ebből a szempontból, hiszen az új uniós szabályok valamennyiünk életét jelentősen megváltoztatták. Teljesen új szabályok vannak, amelyekhez közösen kell alkalmazkodnunk. Sikeresen lezárult most június elején az egységes kérelmek benyújtása. Több mint 164 ezer gazdálkodó nyújtotta be 5 millió hektárra azt a támogatási igényt, amely nagyon komoly segítséget jelent majd kifizetésekor számukra. A tanulság az egyébként, hogy a magyar mezőgazdasági termelők jelentős része igénybe veszi azokat az unió által kötelezően előírt zöld támogatásokat, amelyek lévén, lényegében talán szinten tudjuk őrizni számukra hektáralapú támogatásoknak a mértékét, és az is jól látszódik, hogy ebben az időszakban lényegében akár az állattartók, akár a kertészetek, vagy a fiatal gazdák az elmúlt időszak arányaihoz hasonlóan nyújtottak be, és igényeltek most támogatási rendszert. Itt mindenkinek arra kell most figyelni, hogy azokat a kötelezettségeket, amiket bevállalt, azokat mindenképpen akár adminisztratív, akár szakmai munkájában mindenképpen csinálja meg, amit vállalt, tegye meg, hiszen ez lesz majd a sikeres támogatás kifizetésnek az alapja. Senki ne dőljön ilyen szempontból hátra. Mi pedig a falugazdászok segítségével minden olyan információt eljutatunk, hogy mindebben kinek, melyik gazdálkodónak milyen dolga van. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!